Nekünk minden a bár. Hát nagyon sok szempont volt, hogy mi alapján válogassunk bábokat. Körülbelül 22 ezer bábból válogattuk össze ezt a kiállítást, úgyhogy bőven volt választék. Azt szerettük volna, hogy a Budapest Bábszínháznak van egy 74-75 éves története. Ebből a történetből minden korszakból legyenek bábok. Fontos szempont volt, hogy ezek jó állapotban legyenek, hogy minden jelentős tervezőtől, aki a színháznak tervezett, legyen báb. És ugye tudtuk azt, hogy ebbe a kiállításba jönnek majd óvodások is, meg nagyobbak is, meg felnőttek is, hogy mindenkinek legyen valami olyan, ami neki különösen tetszik. Nekem leginkább ezen a kiállításon ezek is ilyen makettszerű kis építmény tetszik leginkább, mert valamiért mindig is szeretem az ilyen miniatűr kis dolgokat. Halott anyagot mozdítjuk meg, és a halott anyag kell életre a Bábszínházban. Ezért az, aki nézi, sokkal jobban mozgatja a fantáziáját, meg a képzeletét, és kell is mozgassa a fantáziáját, a képzeletét, mint egy más műfajú színházi előadásban. Ez a belső világ, aztán mindegyik színháznak van egy ilyen nagyon erős varázsa, ami miatt mindenki szeretne egy ilyen közösségben dolgozni. Minden alkalommal más és újra elkápráztat. A Bábszínház az egy nagy csapat. Rengeteg csodálatos ember és nagyon jó szakember dolgozik a színházban, és egy nagyon jó közösség. És ebben a kiállításban azt is szerettük volna bemutatni, hogy ahhoz, hogy egy báb előadás létrejöjjön és a függöny fölmehessen, ahhoz nagyon-nagyon sok embernek a munkájára és a tehetségére van szükség. És ezért azt gondoltuk, hogy egy kicsit megpróbáljuk ide varázsolni azt a részét a Bábszínháznak, ami nem feltétlenül látható a nézőknek, hogy milyen tárak és kik dolgoznak ebben a társulatban. És ez nekünk fontos, hogy megmutassuk, hogy ők is mennyire részei ennek a műfajnak. Nekem ezek a bábok a kedvenceim, mivel nagyon jók a részleteik a ruháikon, a különböző anyagokból. Hát, hogyha kifut egy előadás, akkor azt szoktuk mondani, hogy a báb nyugdíjba megy. Van bábraktárunk, oda kerülnek a bábok szépen becsomagolva. Megpróbálunk arra vigyázni, hogy épségben maradjanak, és ha ilyen szerencsés helyzet van, hogy kiállítás van, akkor kiállítjuk. A mi színházunk is ugyanúgy el tudja mondani, hogy vannak korszakai, amik ugyanilyen nagy hatással vannak, akár külföldi társulatokra, akár hogy itt tényleg globálisan is tudott hatással lenni, és tud hatással lenni mai napig. Nekünk az nagyon fontos, hogy például az olyan korú srácok is, mint ti, és hogy az idősebbek is, a felnőttek is eltaláljanak a Bábszínházhoz, és megláthassák azt, hogy ez egy mindenkinek szóló műfaj.